1960-ban kerültem Budafokra, és ö, nagyon érdekes, mert hogy nem azért jöttem Budafokra a borgazdasági technikumban, mert borász akartam lenni, hanem Peste szerettem volna kerülni, Székesfehérváron éltem, és ott nem találtam olyan középiskolát, ami nekem tetszett volna, viszont Budapest nagyon tetszett. Úgyhogy eljöttem a borgazási technikumba, és ez egy Életem óriási szerencséje egyébként, hogy hogy itt megszerettem ezt a szakmát. Tehát amikor elvégeztem a borgazasági technikumot 1964-ben, akkor én már elhivatott borász voltam, úgy, hogy előtte egyáltalán nem is szerettem a bort. Úgyhogy valamit tudott ez a borgazdasági technikum. Fantasztikus évek voltak, úgy emlékszem vissza, ugye ez a a, szerintem az emberek életének a legérzelemdúsabb időszaka ez a 14-18 éves kor, és, és nagyon jó osztályom volt, nagyon jó tanáraink voltak, és arra emlékszem, hogy amikor aztán elvégeztem az egyetemet, kertészet egyetemet, és elkezdtem dolgozni, akkor, akkor az országban, akik komoly szám, valamit számító borászok voltak, azokról mindről azt lehetett tudni, hogy itt végeztek a Budafokon a borgazdasági technikumban. Tehát azt érzékeltem én, hogy a, a szakma alapja az, az innen indult valamikor. És én, amikor elvégeztem az egyetemet, akkor 1970-ben a Móri Állami Gazdaságba kerültem, ahol éppen akkor borkombinát épült, félig kész állapotban volt, és, és ott kezdtem el dolgozni végig végigjártam a Szamárlétrát, és Végén, 23 év munka után főborásként fejeztem be ott a, a tevékenységemet, akkor volt a rendszerváltás körüli időszak, és a Morján Gösseg csődbe került felszámolás alá, megszűnt. Tehát igazándiból valami mást kellett csinálni, és akkor találkoztam a mai társaimmal, akik, akik tudták, hogy 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 működik egy ilyen új világ, mert hogy ők Angliába éltek előtte tíz éve már, és közösen csináltunk egy új borászatot, a hírtabb borászatot, ez 1993-ban volt, és azóta én ott dolgozom, tehát nem lehet mondani, hogy egy vándormadár típus vagyok, mert hogy ez a második munkahelyem. Ez most augusztusban lesz 30 éve, hogy oda mentünk Neszmélyre, és építettünk egy világszínvonalú borászatot, ahol elsősorban mi angol exportra dolgoztunk, ami hát teljes, teljesen nyilvánvaló, hogy tarthatatlan helyzet volt, hisz Magyarországon nem is nagyon ismertek bennünket, jobban ismertek Angliában, mint itthon. Ezért fel kellett építeni egy külön óriási feladat, volt a belföldi piacot is. És az elején mi elkezdtünk egy teljesen új Magyarországon szokatlan technológiát, a reduktív borkészítést, és ebben sok sikert értünk el. Nagyon sokan felfigyeltek rá itthon. Angliába különösen érdekes volt, mert hogy ott ez volt a divat akkor, és rácsodálkoztak arra, hogy a vízcsapból is a a szocialista rendszer felbomlása, a vasúgyűjtés hallatszott, és rácsodálkoztak arra, hogy ilyen helyről is ilyen borok tudnak jönni, és így egymás után jöttek a sikereink. Én 1997-ben az évborásza lettem Angliába, aztán 1999 ben itthon is az évborásza lettem, közben sok díjat nyertek a boraink, például a Cserszegi Fűszeres, a év legjobb fehér fehérbora lett Nagy-Britanniában. Úgyhogy azóta is ezt csináljuk, ma is töretlen a munkánk, 400 hektárnyi saját szőlőnk van, ezt műveljük, és és olyan helyzetben vagyunk, hogy ez a szőlőterület nem elegendő a, a mi igényeink ellátására. Tehát vannak olyan fajták, ilyen hiányfajták, amit minden évben vásárolnunk kell, ilyen az írsai olivér például, amit Magyarországon, illetve a a közeli országokban elég népszerű, de például a Pinogri, amiben Angliában nem tudunk eleget sokszor szállítani, ezeket kell vásárolnunk. Úgyhogy ma is így működünk, és ma is a, a, a piacunknak a 80%-a az nagy britannia tulajdonképpen, de van egy biztonságos belföldi piaci hátterünk, ami a másfél millió palack, és ez minden-inden indult Budafokról.